Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a tavaszi érzelmek, egy tavaszi szerelmi jóslás. Mi várható most tavasszal a szerelmi élet területén? Ez a jóslás most egy akció, ami megrendelhető. Mégpedig ez a kivetés, és ehhez egy gyertya mágia, akkor a díjam 8000 forint helyett 4000 forint. Tehát ez a jóslás gyertya mágiával, akkor 4000 forint. Te megrendelheted ezt a jóslást asztrológiával is, mégpedig az indiai asztrológia szerint, ahol kivetem a kártyát, ugyanúgy, ahogy itt látható, és összehasonlítom kettőtök horoszkópját, mi vár rátok most így tavasszal a szerelemben, akkor a díjam 10.000 forint helyett 6.000 forintért megrendelhető. És most megnézzük a tavaszi érzelmeket. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid. Akár egy férfi vagy, akár egy nő, ezek a te képeid. És veled szemben a párodnak a kártyái, mégpedig itt látható. És itt középen ez a kártya utal arra, hogy mi fűz össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy középen, de a te állsz most a középpontban. Itt feletted ezek a kártyák utalnak a gondolataidra. Itt megjelenik a ravasz róka, és ez lehet egy negatív gondolat is, mint például, ó, ez úgysem sikerül, ebből nem lesz semmi, mivel itt az utak is láthatóak, és a ravasz róka jelenthet egy rossz irányt. Hogy döntéseket hozol, de ez az út, ez az irány nem jó számodra. Itt ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet. Itt is lehet egy rossz gondolat, ó, most nem nézek jól ki, valamit változtatni kellene a külsőmön. Ez is egy rossz gondolat, egy rossz irány lehet. De mivel ez a virágcsokor gyakran utal egy ajándékra, vagy egy meghívásra is, előfordulhat az is, hogy valaki útban van hozzád, ajándékkal közeledik, de rosszak a szándékai. Az is lehet, hogy kapsz egy meghívást, útban van hozzád ez a meghívó, de nem lenne jó ott részt venni. De szerencsére megjelenik itt a kasza, és a kasza el tudja vágni ezeket a kapcsolatokat, ezt a rossz szándékot, vagy negatív gondolatot is, és akkor itt előtted az a gyermek jelenti az ártatlanságot, a tisztaságot, vagy egy új kezdetet, vagy új irányt, vagy új kapcsolatokat. Persze jelentheti a gyermekeket is. Itt alattad megjelenik ez a kulcs, vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, és ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit. A negatív gondolatokat, a hamis kapcsolatokat, vagy a múltat, és ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek. A gyermek is utal itt egy új kezdetre. És ez a levél lehet egy jó hír, vagy lehetnek bizonyos szerződések is, és itt kinyílik a könyv most már, tehát ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, a terveiről beszélni. Ez a könyv jelenthet tudást, vagy egy továbbképzést is, és akkor ez a levél jelentheti a szerződéseket, ez kihathat a munkádra. Most megnézzük
az ő képeit. Itt látható a szerencse. Lesz egy szerencsés fordulat, ami a szerelmet illeti. Itt ez a gyűrű utal a kapcsolatra, vagy arra is, hogy valaki visszatér hozzád. Itt a gólya jelenti ezeket a változásokat, és a nap megvilágítja az eseményeket, itt tisztázódik valami. A nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között, vagy a kisugárzásotokat. Itt a kígyó lehet egy mellékút, vagy jelenti a gyógyító erőt, de gyakran utal egy hölgyre, és a kígyó alatt megjelenik a korbács, tehát ez a nő megbántja őt, vagy figyeli a dolgokat. Nem valami jó szándékú, az biztos. De itt kiderül az igazság, hiszen a nap láthatóvá teszi ezeket a dolgokat. Sőt, itt van a csillagkép, ez szerencsét hoz, vagy jelenti ezt a fordulatot, ezeket a változásokat, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, és itt látható a nyilvánosság, egy találkozás a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged. Ez a nyilvánosság és a nap jelenti a sikereket, az elismeréseket is. Lehet, hogy ez a nő úgy irigykedik rám, és ezért próbálja őt megbántani, és úgy gondolja, emiatt majd ő bizonytalan lesz. De itt van a szerencse, a változások. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a szerelem, hiszen ez a kártya utal az mély érzelmekre. Ez a kapcsolat, ez a szerelem tartós, hiszen itt mély érzelmekről van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!